Hellosztok! Margit kérdésére válaszolok itt, ebben a videóban. Azt kérdezte, hogy mikor segítek, és mikor kell csak a háttérben maradnom. Mikor nem avatkozom bele az életébe, és ez a határ beállítása honnan tudom és ismerem fel? Oké. Elég általános a kérdés, de megválaszok egy-két aspektusát, mert gondolom az majd segít. Jó? Nem könnyű, hogy mikor avatkozunk a másik életébe bele, és hogy milyen határokat állítunk fel, mert ugye több szituáció van. Az egyik szituáció az, amikor mi szülők vagyunk, vagy partnerek, vagy gyámok, és ránk van bízva egy ember élet. Akkor, mint tudjátok, ez a föld, ahol mi élünk, ez egy szabad akaratú zóna. Ezt nagyon sokan félreértelmezték, ezt mondtam már másik videóban is, hogy az ego azt úgy fordította, hogy azt csinálsz, amit akarsz. És az emberek így élnek. Azt hiszik, azt csinálhatnak, amit akarnak. Azt kéne csinálni, amire ők feliratkoztak. Amit megígértek a lélek szinten maguknak és a teremtőnek, hogy ezt fogják csinálni. Kibontakoznak, megoldják a traumájukat, és az élet céljuknak megfelelően fognak élni. Gyarapodni fognak, gyógyulni fognak, és ezzel hasznos tagjává válnak a társadalomnak. Ez mindenki megígérte. Még anno. Aztán, amikor megszületünk, ez ki lett törölve. És akkor ebből jön ez a, ahogy mondtam, térkép nélkül indultunk el, tudod, össze-vissza kajlódunk. Senki nem tudja, hogy merre, meddig. Amikor mi szülők vagyunk, vagy partnerek, vagy gyámok, akkor van egy úgynevezett felelősségünk ennek a rávilágítására. Tehát magyarul egy gyerek nem azt csinál, amit akar. Egy kisgyerek. A gyereknek enni kell, aludni kell, tisztálkodni kell, kell egy rutin. Ha az nincs meg, akkor az a gyerek az beteg lesz. Tehát ezt nekünk meg kell, ezt a folyamatot be kell vállalni, és mondani kell a gyereknek, hogy nem, nem, nem. Ez így van. És akkor jönnek persze a saját kivetítéseink, ezért kell gyógyítani magunkat, hogy ne hozzuk, vagy a gyerek energiát le a mi gyógyulatlan traumáinkkal. Ne vetítsük ki a magunk fájdalmát. Ha partnerek vagyunk, ami mindenki volt, vagy jelenleg is az lehet, akkor meg van egy ilyen láthatatlan kötelességünk, ahol mi a partnerünket megígértük, hogy meggyógyítjuk. Érzelmileg, fizikailag, főleg érzelmileg. Na most azt hiszem, hogy ez itt mindenki eltaknyolt. Én is, rengetegszer. Erről senki nem beszélt. Mi az, hogy meggyógyítani a partnert? Hát, ha az a partner hisztizik, akkor amit mi benne látunk, az bennünk van. Tehát magyarul a partner az lejátsza mindegy színjátékot a bennünk lévő mély sebeket. Ilyenkor hol a határ? Hát ott a határ, hogy ahelyett azt mondjuk, hogy na te hülye hisztis P, vagy tudod, pont, azt kell mondani, hogy hó. Gyere ide, magadhoz vonzod, magadhoz öleled, mert beszéljük meg, mi van. Ez megint a counterintuitive, az a nem logikus, meg a nem hétköznapos meg nyilvánulás a dolgoknak. Tudod, az ego hisztizik, meglátja abban a partnerben a rosszat, a narcisztikust, viszont a narcisztikus csak azért játszol, mert ez bennünk is ott van gyógyulatlanul. Az ego az okol. Tudod, ahogy nem tudom, biztos már hallottatok ilyen előadásokban, hogy egy új előre, három új meg hátra mutat. Tehát mi? Bennünk van az, ami minket zavar. Bármi, ami minket zavar, az bennünk van. Jó? És ha gyámok vagyunk, hasonló. Tehát felelősséget vállaltunk olyan emberekért és ember életekért és emberi gyógyulásért, amiről mi nem is tudunk. Ha ilyenkor mi nem mondjuk ki azt, hogy te ez, meg ez, meg ez, akkor hatalmas karma jön belőle. Mondok egy példát. Ha egy kapcsolatban valaki nincs jól,
ami hát erről szól minden kapcsolat, mindenki egy idő után, tudod, a mézesetek elmúlnak, és akkor jön az erőharc. Amikor mi nem segítünk a másiknak gyógyulni, amikor mi nem mondjuk azt a másiknak, hogy benne több van, mint ez, akkor abból is nekünk karmánk lesz, mert nem teljesítjük azt az ígéretet, amit mi bevállaltunk. Tehát hol a határ? Ott a határ, hogy mi kimondjuk, mi megmondjuk a mi véleményünket, és utána a másikra, a másikon van a sor, tehát neki kell akkor valamit tenni. Amíg mi a véleményünket nem mondjuk ki, addig mi valamit visszatartottunk, és minden visszatartás karmával jár. Ezt nem tudják az emberek. Nagyon sok kapcsolatot láttam, hogy jöttek a szemináriumra, még Kaliforniában, és az egyik az nagyon akart fölfelé menni, mint egy rakéta, másik meg nem, tudod, szereti, van, aki szeret szenvedni. És jobban tetszik neki a szenvedés, meg a fájdalom, mint a gyógyulás. Erről említettem, hogy 98%-a az emberiségnek ilyen. Szeret szenvedni. Az is egy ego program. És láttam rengetegen kompromisszumot ilyen kapcsolatokban, hogy azt mondta az egyik partner, hogy okay, én tudom, hogy fáj, tudom, hogy bajod van, de ha nem lépsz ki ebből a szenvedő komfortzónádból, akkor itt van vége. Tehát ilyen kompromisszumos vagy egyezmény kötöttek. És akkor a másik, hogy jó. Persze ők nem igazán szívből csinálják, tehát előbb-utóbb önszabotás lesz abból is. Az az ember, aki azt mondta másiknak, hogy itt lesz vége, ha nem nősz, meg nem vagy hajlandó, az nagyon jól csinálta. Mert erről szól. A szabad akarat, az nem minden helyen van. Legtöbb olyan helyen az van, hogy az ember keményen felelősségre vonják, hogyha nem azt csinálja, amire feliratkozott. És amikor mi már kimondtuk a mi dolgunkat, utána már karmamentesek vagyunk. És akkor jön a másiknak a karmája az, hogy oké, hát akkor bevállam, hogy meggyógyulok, és nem szenvedek. Jó? Ha coachok vagyunk, gyógyítók és a terapeuták vagyunk, akkor egy picit más, mert akkor nincs ennyire közvetlen kapcsolat a másikkal. Akkor nekünk az a dolgunk, hogy a másikat, a klienst vagy a pácienst ráébresszük a mintákra, mintázatokra, segítsünk ennek az embernek kilépni egy megrekedt állapotból. Nagyon sokan szeretik azt, hogyha fogjuk a kezüket, és úgy számon kérjük tőlük a gyógyulási folyamatot, tehát hogy lépésről lépésre, én azt nem szeretem, nekem az valahol nincs a vénámban, tudom, hogy szükség van rá, de arra van más coach. Én előfeltételezem, amikor valaki dolgozom, hogy ez már benne van a vénájában, hogy felelősséget fog magára vállalni, és nem teszi tönkre az életét. Mikor már egyre lejjebb megy az ego, vagy az elmében ott az ego, ahogy mondtam, nagyon-nagyon durván trükközik, és az egész gyógyulási folyamatot vissza tudja fordítani. Jó? Tehát amikor mi coachok vagyunk, akkor nekünk az a feladatunk, hogy elmagyarázzuk, hogy hogyan teremtődött ez a jelenlegi szituáció, ajánlunk fel nekik egy megoldási lehetőséget, és akkor a kliensnek az a feladata, vagy lehetősége inkább, hogy azt igent vagy nemet mondjon, és bevállalja a gyógyulást. Hasonló, mint a szülőgyám, vagy a partnerségben, ha én nem mondom ki azt, hogy ez van, akkor az nekem karma. Onnantól kezdve azt a klienst vagy a pácienst én felhatalmaztam egy olyan erővel, egy olyan döntő erővel, amit mi évezredekig félreértettünk, hogy ez van, és ezt neked meg kell oldani. Lehet, hogy te nem láttad, de nem arról szól, hanem az, hogy én most itt vagyok, én megadtam neked egy irányt. Ha azt te bevállalod, akkor jó karmával jár. Ha nem vállod be, akkor csinál magadnak tovább a hülyeséget, és esik szét az élet. Jó? De nagyon érdekes, nagyon kifinomult játék ez az egész. Ez tényleg olyan, mint egy színházi játék, mint ahogy a Shakespeare is mondta, hogy az egész csak egy színház. Tehát, hol a határ? A határ ott van, hogy te kimondod azt, amit neked mondani kell. Igazad van, vagy nem, az egy másik dolog. Minél tisztább az elme, annál nagyobb igazságot tudsz mondani. Tehát van az Isten igazság, van, ugye van a Krisztus igazság,
És akkor alatta az már csak úgynevezett vélemények és töredezettségek, azaz disztorziók, torzítások. Minél tisztább az elme, annál nagyobb igazságot tudunk mondani. Jó? És az a lényeg, hogy mi kimondjuk, de úgy lehet ezt jól kimondani, hogy azt mondjuk, hogy lehet, hogy nincs igazam, de én nekem most ez jelenlegi meglátásom. Ez így annyira frappáns, ahogy van, mert ezzel nem vállaljuk be itt ezt a fals Isten szerepet, hanem azt mondjuk, hogy én a jelen pillanatban ezt látom, így látom, engem érdekel azt, hogy jobban legyél, és zavar, hogy nem csinálod, amit csinálod, de a kimondott szó utána a mi karmánk semlegesül, és a másikra át lett hárítva úgy önevezett a felelősség. Átadtuk a stafétabotot. Ez a Föld, ez nem egy egyszerű iskola. Ez a legkeményebb iskola szinte az egész világon, az egész univerzumban, és ezt azok, akik olvasták Dolores Cannon-t, azok tudják, hogy ez a toughest school in the universe. Tehát a legkihívóbb iskola. És azért jöttünk mi ide, hogy gyógyuljunk. Tehát ez az első számú dolog, hogy gyógyuljunk. És ez nem megy egyedül, ezért mindig mondtam, hogy kell hozzá a mentor, kellnek hozzá segítségek. És van még egy olyan, hogy amikor a másiknak adtunk valamilyen segítséget, akkor hagyni kell a másikat kibontakozni. Hagyni kell a másiknak megadni ezt a sikerélményt, hogy ő magától, akár a bukdácsaláson keresztül is, de megtanuljon járni. Igazán nincs sikerélmény addig, amíg valamit mi nem teremtünk meg. És nekünk az a dolgunk, az első és első számú dolgunk, hogy magunkra figyeljünk. Magunkon keresztül oldjuk fel a problémákat, és akkor legyünk azok a példák, akiket mi szeretnénk látni körülöttünk. Tehát ez egy komplex téma, mert annyira az elme meg az ego világa legyengített minket, hogy hatalmas akaraterő kell ahhoz, hogy ebből kiszálljunk, de anélkül, hogy ti is látjátok, nem megy. És amikor mi megadtunk valakinek egy jó irányvonalat, legyünk szülők, kócsok, bármi, és az ember bevállalja ezt, és elkezd gyógyulni, abból lesz igazán boldog ember. Boldogság onnan jön, hogy mi elérjük azt, amit kitűztünk magunk elé. És akkor ennek vannak kisebb verziói, közepes verzió és nagy verziói. Persze minél nagyobb a verzió, annál inkább megijedünk, tehát azért kell a félelmeket leküzdeni és áthidalni. Jó? Tehát karmával jár, ha nem mondjuk ki, karmával jár, ha olyan útra tereljük őket, ami a mi véleményünk és a kivetítésünk, tehát ha forszírozunk valakit, hát ezért jó a bátorítás, ezért kell a motiváció, de a motiváció mögött meg ott van akkor az akaraterő, amit mindenkinek be kell vállalni. Az amúgy nagyon sok emberből hiányzik. Jó, tehát az akaraterő. És ahogy említettem, az is fontos, hogy ugye magunkon dolgozni, viszont ezt nem tudjuk addig megoldani, még mi a romboló hiedelmeinket, a mi árnyoldalunkat fel nem oldanánk, mert ha mi úgy érezzük, hogy mi önzőek vagyunk, ami egy árnyoldalunk, addig nem tudunk adni igazán, addig nem tudunk bevállalni nem tudjuk bevállalni magunk gyógyítását, mert azt hisszük, hogy mi önzőek vagyunk azáltal, hogy mi magunkra figyelünk. De tudod, ahogy említettem, magunkon kell beindítani a gyógyulást, és akkor a külvilág, mint egy pozitív példaképet minket fel tud használni egy jó pozitív tükörnek, és akkor abból ők is beindulnak. Tehát jó sok részlet van, de az a lényeg, hogy magadat vállalt be. Mindig ugye magad, te, és akkor a másiknak, meg hogy én is mondtam, nekem teljesen más a feladatom, mint mondjuk valaki másnak. Nekem, itt az, én azért vagyok itt, hogy kimondjam az Isten igazságot. Tudod, mint a Jézus is megrázta a fügefát, azt mondja, itt van minden megadatva neked, mit szenvedsz, ott a talaj, ott a nap, ott a víz, miért nem hozol gyümölcsöt, vagy miért nem hozol termést. Nekem ez a dolgom. Megrázni az embereket, és azt mondani, hogy benned van az erő, fiam, és utána azt mondani, hogy oké, szevasz, most csináld. És ha nem csinálja, akkor az a maga karmája. Én megmondtam, amit nekem kellett, én tiszta vagyok. Jó? Hát ez is egy teljesen másik aspektus. Na, köszönöm szépen, sziasztok!